Tiszteletel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának a kedves nézőit, én Gavra Gábor vagyok a Naphíre.hu főszerkesztője, ez pedig az ellenzőcímű műsorunk, szokásoknak megfelel Nagy Attila Tiborral. Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm! Orbán a fogunk kezdeni, most már másodszor, pedig nem volt ez a szokásunk az utóbbi hónapokban. Mivel lett Orbán Viktor itt a választási kampány után fura módon a magyar politika főszereplője újra, mert úgy tűnt a választási kampányban, mintha Magyar Péter lenne a főszereplő, és most pedig, most már hetek óta, mintha Orbán Viktor. Magyar Péter friss hús volt a magyar politikai életben a februári váratlan berobbanása következtében, és azóta is képes volt alapvetően arra, hogy a figyelem jelentős részét vagy nagy részét saját magára, illetve a Tisza irányítsa. Orbán Viktor a kampány utolsó heteiben azért igyekezett felvenni vele a küzdelmet, és azért a Fidesz részben visszatudta venni a kezdeményezés, de való igaz, hogy a műsorunkat is alapvetően befolyásolta a Magyar Péter jelenség, Azért is gondolom, hogy helyes volt ezt tennünk, mert ilyen jelenség nem minden nap fordul elő a magyar politikában. Magyar Péter egyértelmű teljesítménye, hogy a Tiszapát egyedül pár hónapos felbukkanás után 29,6%-os tisztás eredményt képes volt elérni. Erre egyetlen egy más magyar ellenzéki párt nem volt képes az elmúlt 14 évben önállóan ilyen sok szavazatot listán megszerezik. Tehát én azért is gondolom, hogy, hogy megérte azt az a részünkről, hogy ilyen sokat foglalkozzunk Magyar Péterre, de valóban a miniszterelnök azért a kampány után különösen, főleg az utóbbi egy-két hétben visszavette erről teljesen a kezdeményezést. Ugye az egyik vonalon a frakcióalapítás, a partióták frakciójának a sikeres megalakítása volt, a másik pedig a nemzetközi korült, hát azt azért valljuk be, hogy ez sem mindennapi a magyar politikában, hogy a miniszterelnök egy héten belül képes Kievbe, Moszkvába, Pekingbe, majd kisváltatva a Washingtonba menni, ugye Washingtonba a NATO csúcs találkozója miatt megy el, tehát és ezzel Orbán Viktor, ezt is mondjuk ki, csattanós választ adott megint azokra a kritikákra, amelyek szerint a magyar miniszterelnök már elszigetelődött, most már tényleg elszigetelődött, most már hihetetlenül elszigetelődött a magyar kormányfő nemzetközi vonalon is. Én persze ezzel nem tagadom, hogy az európai politikában, különösen a nyugat-európai politikában Orbán Viktor személye eléggé megosztott. Pontosabban hát a mainstream politikai erők és sajtó média részéről ő egy elutasított személy a politikájával együtt. Mégis azért azt lehet mondani, hogy miközben e, igaz az, hogy Nyugat-Európában Orbán Viktor a hagyományos vezető politikai erők számára egy elutasítandó és elutasított politikus, addig azért túlzás azt állítani, hogy Orbán Viktor unblock elszigetelődött volna. Az egy más kérdés, hogy az a külpolitika, amelyet folytat Orbán Viktor helyese. Én többször azt gondoltam, és gondolom, hogy ahhoz képes, hogy Magyarország mindössze az Európai Unió gazdaságának csak az 1,2 át tudja megtermelni, az EU lakosságának meg 2 át tartalmazza Magyarország, időnként túlságosan konfrontatívnak találom a politikát, nem is mindig fizetődött ki, lásd ugye a jogállamisági eljárás, lásd ugye az uniós pénzek felfüggesztését, amiből eddig még csak 10,2 milliárd eurót oldottak fel, azt is erős feltételekkel a mintegy 30-valahány milliárd euróból. Tehát azért ennek a külpolitikának vannak hátulütői, negatív következményei az Orbán kormány számára mégis azt azért el kell ismerni, azt az érdemi teljesítményt, amit most az elmúlt másfél-két hétben láttunk, akár a külföldi útjával, akár pedig a frakció alapítással kapcsolatban. Kezdjük a frakció alapításról, és akkor utána térjünk rá a külföldi útra, Igen. a külföldi utakra, amelyeket ugye Orbán Viktor a békemissziónak nevez. Ugye amikor a Fidesz kilépett, távozott, távozni kényszerült a, a néppártból, akkor volt egy olyan kézenfekvő narratív ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Parlament párjái lettek a fideszes képviselők, maga Orbán Viktor elszigetelődött, egy ilyen vasfüggöny választja előtt az európai mainstreamtől. Ehhez képest egy, ugye ha jól harmadik legnagyobb frakció lesz a, tulajdonképpen az övé az Európai Parlamentben, mostantól ezzel a Patriotek Európáért frakcióval. Volt-e, tehát hogy mondjam, reális volt-e ez a, ez, a, ez a párja létről szóló narratíva, és valóban vissza kellett -e magát hozni Orbán Viktornak ebből a létező vagy nem létező párja létből, vagy eleve hamis volt ez a, a, a narratív, és Orbán Viktor annyira nem volt elszigetelődve, amennyire ugye ön itt hát ironikusan idézte a kritikusait. Induljon ki abból, hogy miután a Fidesz 2021-ben kilépett az Európai Néppártból, egyetlen egy frakcióhoz sem tartozott a Fidesz egészen mostanáig. Ez tény. Orbánnak volt egy olyan álma, hogy még a EP választások előtt, hogy a úgynevezett szuverenista nemzeti erőkből létrehozzon egy nagy jobboldali frakciót az Európai Parlamentben, tehát ebbe ő beleértette Melónit, beleértette a franciákat, Löpent, Le a lengyeleket, az olasz testvéreket, a ligát, de nagyon-nagyon sok mindenkit beleértett, neki ez volt az eredeti álma, és ez nem valósult meg, és ami ennél is rosszabb volt, hogy a Fidesz egyetlen egy frakció családhoz, képviselő csoporthoz sem tudott csatlakozni. Tehát ilyen értelemben párja volt, hogy a Fidesz sehol van nem tartozott, és ha az ember megnézi akár az európai parlament üléseit, vagy belenéz az európai parlament eljárásrendjéről szóló szabályzatba, rögtön szembe tűnik, hogy a képviselőcsoportok többletjogokkal rendelkeznek. Tehát aki, mint ahogy a Fidesz nem tartozik egyetlen képviselőcsoporthoz sem, annak kisebb jogai vannak. Mondok erre egy példát, ilyen az elnökök értekezlete az Európai Parlamentben, amelyik hatásköre az ülések előkészítése, a pozíciókról való megállapodások az előkészítése, és ebbe többek között a Képviselőcsoportok delegálhatnak tagokat, tehát ez tulajdonképpen egy kvázi parlamenti házbizottság. Aki ebben nincs benne, az eleve hátrányból indul. És hát a Fidesz nem tartozott ebbe, még csak közvetetten sem, tehát az elnökök értekezetében. Több felszólalásai joguk van a képviselőcsoportoknak, több szakértőt tudnak alkalmazni, komolyabban is veszik őket. És a Fidesz az az igazság, hogy 2021 és 2024 koranyara között meggyengült európai pozíciót Kellett, hogy elviseljen. Tehát a Fidesz ilyen értelemben párja volt. A miniszterelnökre már nem merném ezt ilyen egyértelmű határozottsággal állítani. Szerintem érdemes itt is ányaltan látni a dolgokat. Az Orbán Viktort nem szerették alapvetően a nyugati fővárosokban, és elszenvedett egy-két kudarcot is. Én egyértelmű csatavesztésnek tartom a február 1 Európai Uniós csúcsot, amelyben a miniszterelnök kénytelen volt feladni az ellenállását az 50 milliárd eurónyi Ukrajnának járó támogatással kapcsolatban is. Nem kapott érte gyakorlatilag semmit. Tehát ő azt szerette volna, hogy legyen egy olyan külső alap, amelyről minden évben döntenek, és ebben a miniszterelnöknek vétójoga lesz mindegyiknek, és ezt a vétójogot vagy egyetértési jogot sem kapta meg. Hát ott azért egyértelmű kudarcot vallott. Tehát én nem beszélnék arról, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, de arról igenis érdemes beszélni, hogy azért külpolitikai csatavesztéseket, vagy csatavesztés kénytelen volt elszenvenni, és hát nem beszél, ugye az előbb nem véletlenül említettem a jogállamisági mechanizmus, amelynek következménye az, hogy Magyarország először nem kapta meg a kohéziós pénzeket, illetve a helyreállítási alappénzeit, aztán utána is csak részben kapta meg, ugye a helyreállítási alap körül még mindig zajlik a vita, tehát azért én sikerestek semmiképpen nem mondanám Orbán Viktor uniós politikáját, és... Bocsánat, mi... lehet, lehet, hogy az volt a, a probléma, hogy nem volt egy terve Orbán Viktornak a nem most, hanem a kilépés pillanatában a néppárt utáni időszakra nézve? Vagy vagy lehet, hogy elgaloppírozta magát az előző ciklus elején, még a néppártból való kilépés előtt, és nem számított arra, hogy itt szak, szakítás lesz? Ö, neki volt terve, csak az a terv nem, nem valósult nem. meg. Tehát neki az volt a terve, hogy legyen egy nagy, akár... Tehát nem volt reális terve. Szá hát nem bizonyult annak, igen. Tehát neki az volt a terve, hogy egy nagy, erős, száz mandátumat is, akár meghaladó jobboldali, vagy szélső jobboldali képviselőcsoport. Minden esetre a néppártól jobbra. Igen, a néppártól jobbra. Na most én ezt a... E, hadd mondjam el a tisztelt nézőknek, hogy a szélső jobboldalit én nem feltétlenül negatív előjellel értem, hanem kifejezetten leíró jelleggel. A jobboldali. Radikális jobboldalnak is mondhatnám. Tehát itt, itt azokról a jobboldali erőkről van szó, amelyek elutasítják az Európai Unió központjának a mostani hatáskörét, sőt annak a növelését, és a tagállamok hatáskörét növelnék meg brüsszel -el szemben. Tehát alapvetően ilyen jobboldali erőkről van volt szó. És Orbán abban nem hogy igaz, hogy a fideszek ki kellett lépni az európai néppártból, viszont ha létrejön egy nagy jobboldali erő, az, az azért egy tekintélyes jobboldali erővé válhat. Na most ez az előző ciklusban nem jött be. Tehát nem sikerült, ugye Orbánnak az volt a nagy álma, hogy a lengyelekkel, olaszokkal is ő együtt legyen. Ugye az Oroszország politika viszont nagyon megnehezítette, hogy a lengyelek egy képviselőcsoportban legyenek, Orbán Viktorral. Ugye az orosz-ukrán háború óta, bizony. Hát ez a fő igen, törés igen, törés van, ez azért egy komoly töréspont volt, de nem csak a lengyel PISZ meg a magyar Fidesz között, hanem például az olasz Liga vagy Lega, korábban Lega Nord, és ugye itt a Salvini féle Lega, és a Kaczynski féle Pisz között is, hát ugye a Oroszország megítélése kapcsolatban voltak nézeteltérések, ugye Salvini még a háború előtt Putyin pólót is viselt egy alkalommal, és ez a lengyelek számára meg egy veleig elfogadhatatlan dolog, történelmi okból is, a lengyelek nagyon tartanak Oroszországtól, Hadd említsük meg itt, hogy Lengyelországot kétszer is felosztották a történelme során, többek között az oroszok, meg a poroszok. Tehát a lengyel politikai elitet nem lehet meggyőzni arról, hogy Oroszország veszélytelen, sőt, ők azt mondják, hogy őket egyértelműen igazolja az orosz-ukrán háború. Nos, tehát itt azért azt kell látni, hogy nem véletlen, hogy nem jött léte Orbánnak az a nagy álma. Igen, de bocsánat, amikor, amikor arról beszélünk, hogy az A-terv, még az előző ciklusban, Igen, az egy száz körüli EP frakció lett volna, tulajdonképpen annyira messze nincsen most a, a, a patrióta frakció, ugye 84 fővel alakult meg, és hogyha még ehhez hozzávesszük, hogy hogy nyilván egy nem ugyanabban a képviselőcsoportban, de láthatóan az Orbán nem bocsánat, az Orbán Meloni viszony egyébként nem rossz. Tehát Meloni például azt mondta, hogy azért ő nem tartja putinistának az új frakciót, ugye a, 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 mondta ezt az olasz miniszterelnök, akinek ugye a frakciója csökkent ezzel a, 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 az új frakciónak a megalakulásával, tehát igazából nem járt jól a, az ECR ezzel a, a, az új frakciónak a megalakulásával, és azért csak ott van a PISZ, amivel orosz ügyben más gondol, nagyon más gondol a Fidesz, meg több um, szereplője ennek az új uh, frakciónak, de egyébként láthatóan az Orbán Maravi ez viszony egyáltalán nem rossz. Szóval azért ez nem tűnik egy olyan nagyon elszigetelt és nagyon magányos pozíciónak az lp ben um. Sőt, lehet, hogy lehet, hogy közel van az a van valami még, és aztán kitérek erre is, mindjárt elérkezünk a partióták frakciójához, csak van még valami, amit Orbán Viktor nem mért fel kellőképpen az előző ciklusban, ez pedig az, hogy az Európai Néppárt biztosított Magyarország számára egy védelmet. Nem volt ez tökéletes védelem ugyan, de amíg a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt, Magyarország ellen nem indult jogállamisági eljárás. Szó volt róla, hogy csinálnak majd valami ilyesmit a vége felé, ahogy már a Fidesz-szekere egyre inkább kifele ment az Európai Néppártból, de a jogállamisági mechanizmust, amely ugye az uniós pénzek részbeni befagyasztásával járt, az csak 2022. április után, illetve Ötönöm, és hát nem véletlenül. nem véletlenül. Igen, tehát, mert nem kell, tehát a Fidesz nem volt tagja egy, egy, nagyon erős képviselőcsoportnak, és Orbán Viktor még volt egy olyan Kossuth rádiós interjúja talán 2021-ben, amikor arról kérdezték, hogy na hát lesz-e gond a helyreállítási pénzeivel. És akkor mondja Orbán Viktor, hogy milyen probléma lehet, megyek Ursula von der Leyen-nel tárgyalni, technikai kérdés lesz az egész. Ehhez képest, hát bizony az Európai Bizottság beintett, azt mondta, hogy nem úgy van ám az, jogállamisági mechanizmus lesz, kérem, tisztelettel, és Magyarország legyen teljesíté ezt, ezt, meg emezt. Ugye jött a 15-27 mérföldkő, mikor mennyi, valójában, hogyha szétszállazzuk, akkor több mint 100 mérföldkő, vagy pont, amit Magyarországnak teljesíteni kellene, vagy kellett volna. És hát bizony, Orbán Viktor nem mérte fel kellőképpen azt, hogy az európai néppártból való kilépés az hatással lehet a Magyarországnak járó uniós pénzekre. Na most, rátérve erre a frakcióra, ahhoz képest, hogy a Fidesz nem tartozott sehova, hogy a Fidesz, mint párt, párja volt, hiszen egyetlenek képviselőcsoportos sem tartozott, ez egy előrelépés. Ezt szerintem érdemes el, 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 elismerni, sőt én még azt is mondom, hogy talán még a várnál, legalábbis az általam várnál is nagyobb frakcióvá tudott alakulni, tehát itt már valóban nem pusztán arról van szó, hogy hát két-három visegrádi párt összejött, hanem, hanem tényleg egy szemmel is látható, és valóban, ahogy ön is említette, az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportja lehet, ez egyértelműen egy siker. Tehát Orbán Viktor nem csak hogy képes volt arra, hogy a Fidesz végre valahára ne a függetlenek között legyen, illetve a frakció nélküliek között legyen az Európai Parlamentben nem csak azt tudta elérni, hogy végre valahára egy európai parlamenti képviselőcsoport része legyen a Fidesz, még azt is el tudta érni, hogy valóban egy szemmel látható a nagyobb képviselőcsoportokhoz tartozik a Fidesz. Viszont annyiban azért hűtenem kell a kedélyeket, hogy ez a partióták patrioták Európáért képviselőcsoport nem tartozik az Európai Parlament többségét alkotó erőkhöz. Tehát amíg a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt, addig a Fidesz az Európai Parlamentet irányító többség része volt, egy kvázi kormánypárti szövetségnek a tagja. Egyfajta koalíciónak a része volt. Igen, egyfajta koalíciónak a, a, a része volt a Fidesz, ez most nem lesz így. Tehát a partióták Európáért képviselő csoport az egy kvázi ellenzéki szerepben lesz. lesz, méghozzá az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták és a rinyú, tehát a újítsuk meg Európát liberális képviselő csoport, és talán még a zöldek közötti, koalíció vagy együttműködés fogja vélhetően irányítani az Európai Parlamentet, és hát ha minden jól megy, ezt még ugye nem tudhatjuk biztosra, Ursula von der leyen is meg fogják választani az Európai Bizottság elnökének, és ebben az alkuban a Fidesz, illetve a, most már a Fidesz-Bardella, ugye a, a nemzeti tömörülésnek a ö, vezetője, ebben a irányításban nem lesz benne. Ez nem jelenti azt, hogy ennek a képviselő csoportnak különösen kiélezett szavazási szituációban ne lehetne majd befolyása, olyan ügyessége, hogy bizonyos irányelveket, rendeleteket a maga javára tud módosítani, de alapvetően, ahogy az előviszonyok kinéznek, nem a Partióták Európáért nevű képviselőcsoport fogja meghatározni alapvetően a politikai folyamatokat, hanem bizony az Európai Néppárt, Szocialisták és a Liberálisoknak a továbbra is meglévő összefogása. De nem, becsül, nem becsülném le ezt a képviselőcsoportot, hiszen a Vártnál még egyszer mondom, azért. Erősebb képviselőcsoportot sikerült kialakítani. Ennek olyan haszna is lesz, hogyha például a partióták valamelyik politikusa beszél az Európai Parlamentben, és mondjuk kiemelt téma lesz, és mondjuk ott lesz a mintegy 80 Képviselő, akkor, hogyha elkezdenek tapsolni, már az is halható lesz, véletlenül még a képernyőkön keresztül is. Tehát ez, ez lehet egy ütőképes képviselőcsoport is, akár, és hát nyilván Orbánéknak van egy olyan terve, hogy idővel akár még a második számú képviselőcsoport is lehet. Tehát az alap az nem rossz, a kiindulópont az nem rossz, ez mindenképpen Orbán Viktor sikere, hogy abból a helyzetből, amiben a Fidesz került, tehát hogy sehova nem tartozott, tehát így jelentősége csökkent az európai politikában a magyar kormánypártnak, ezt a helyzetet, ezt a lehetetlen helyzetet sikerült megszüntetni, sőt, egy erősnek mondható képviselőcsoportot sikerült felállítani, de azért legyünk reálisak, hogy az Európai Parlamentnek ebben az új ciklusban 720 tagja lesz, illetve van, és ebből fog 84-et alkotni ez az új képviselőcsoport. Tehát ezzel is szeretném érzékeltetni, hogy azért a súlyuk viszonylagos, hiszen az Európai Néppártnak, ha jól emlékszem, 184 mandátuma lett ebben az új összetételben ehhez képest azért a patrióták még igencsak el vannak maradva, de ha ahhoz képest, hogy akár úgy tűnhetett, hogy a patrióták legfeljebb olyan 30-40, esetleg 50 képviselői helyet tudnak csak megszerezni. Ehhez képest előrelépés az, hogy 84-et össze tudtak kalapálni, és hát sikerült elérni az, hogy végül is az identitás besorolt Orbánékhoz. Úgyhogy ez azért kellett diplomáciai ügyesség, ezt azért ismerjük el nyugodtan. Nézzük a, a ennek a bizonyos diplomáciai ügyességnek egy, vagy, vagy, vagy éppen vagy éppen a kritikusok által nem pont ügyességnek tekintett folyamatnak a, a másik részét, ez a, ez a béke uh -huh. Orbán Viktor most egy héten belül volt Kijevben, Moszkvában, Pekingben, és most Washingtonban van a felvételünk idején. Ugye 9.-én kedden beszélgettünk, július 9-én kedden a NATO csúcson. Gulyás Gergely hétfői korványi azt mondta, hogy hát a látócsúcson nem tud nem találkozni Joe biden és azt pedig hát nem tartotta kizártnak, hogy lesz Orbán Trump találkozó, minden bizony a szervezés alatt van, tehát nyilván nem az, tehát lehetett volna határozottan cáfolni, hogyha nem lenne. Szóval ez egy, ez egy komoly turné minden esetre. nyilván árnyalja a képet, hogy Zelenszki arra panaszkodott, hogy nem tudott arról, hogy Orbán Viktor Kiev után Moszkvába megy. Nyilván a brutális orosz támadás a kijevi gyermekkorház ellen az, hát, hogy mondjam, szintén furcsa megvilágításba helyezi a béke. nem a nem feltétlenül Orbán Viktor oldaláról, hanem az orosz békekötési vagy fegyverszöretkötési szándék őszintessége oldaláról. De hát mégis arról van szó, hogy, hogy Zelenszky, Putyin, Xi Jinping fogadta Orbán Viktort. Vállalta ezzel olyan kockázatot a magyar miniszterelnök, hogy ha nem jön létre fegyverszület, ha a harcok adott esetben tovább eszkalálódnak, már pedig azért mutatnak erre jelek, akkor ezt, a béke, amit a béke missziónak nevezett el, ezt a küldetést, ezt kudarcnak fogják elkönyvelni, és akkor mondjuk a is veszteséget szemben, vagy önmagában az, hogy ő tárgyal Zelenszkijel, Putyinnal és Xi és lehet, hogy még Trumpal is fog, ez, ez eleve egy siker az ő számára. Szögezzük le, hogy aki Magyarország miniszterelnökeként képes néhány napon belül az ukrán államfővel, az orosz államfővel, a kínai államfővel, tehát egy szuperhatalom vezetőjével tárgyalni és hajlandók őt fogadni, az nem lehet egy komolytalan ember. És én azt gondolom, hogy magyarországi belpolitikailag a Fidesz ezt tudja is a maga javára hasznosítani, nevezetesen, hogy hát bármit is mondanak Orbán Viktor elszigeteltségről, lám, mégiscsak fogadják, még hogyha ebben nyilván segítséget nyújtott az Európai Unió tanácsi elnöksége, de mégiscsak fogadják. Bocsánat, itt hadd had, had szúrjak közben egy kérdést, hogy hogy amikor uniós tisztségviselők korholják Orbán Viktort, hogy sem a Putyinnal, sem a Szicsimpinggel folytatott tárgyalásra neki semmilyen uniós felhatalmazása uh -huh. nincs, az egyébként érdekel valakit? Probléma Orbán Viktornak? Hát Orbán Viktor szeret provokálni, tehát őt nem különösebben adja meg, de fontosabb szerintem a belpolitikai haszonszerzés. Tehát ez alatt azt értem, hogy ö, ugye a magyarok, a magyar válaszó polgárok nagyon törekednek a biztonságra az erős kézre. És azért ö, a magyar válaszó polgárok jelentős része felé szeret felnézni a miniszterelnökére, a vezetőjére, és hogyha azt látják, hogy Magyarország miniszterelnöke mégiscsak képes a, a világ legfontosabb vezetőinek akár csak egy részével leülni tárgyalni, az a politikusnak mégiscsak van valami érdemi képessége és teljesítménye. És szerintem ebben nyugodtan maradhatunk, hogy most függetlenül attól, hogy értelemszerűen a Orbánék ezt belpolitikai célra használják, kár volna tagadni, hogy egy egy ilyen kisállamnak számító ország vezetője részéről, mint amilyen Magyarország. Mindenképpen egy önmagában az egy elismerésre méltó teljesítmény, hogy több nagy fontosságú világpolitikailag is releváns vezetővel képes néhány napon belül tárgyani, tehát ez önmagában megsüvegelendő. A következő kérdés persze az, hogy miután Orbán Viktor ezzel nem újabb nemzetközi hírnevet vagy hírhetséget szerzett magával, mire megyünk ezzel. Tehát, hogy oké, a Fidesz most kipip, kip, kipipálta be a belpolitikai hasznot, nagyon jó vágóképeket lehet majd a, esetleg a, akár még a 26-os választási kampányban is készíteni, ha esetleg úgy alakul. Na de közelebb kerül-e Magyarország, a a uniós pénzek további kétharmada befogyasztásának a feloldásához, illetve ugye annak a 60%-nak a további feloldásához, tehát hogy a 10,2 milliárd eurónyi pénzen fölüli uniós pénzt meg tudja a magyar kormány szerezni, mert szerintem alapvetően ez fogja megmutatni, hogy volt-e értelme ezeknek a tárgyalásoknak, mert azt azért lássuk be, hogy Magyarország világpolitikai súlya hát eléggé csekély ahhoz, hogy érdemben tűzszünetet vagy a tűzszünet közelébe tudjon menni. Ezt Orbán Viktor is nyilván tudja. Ezért is gondolom, hogy ez alapvetően belpolitikai célokról szól. Tehát Orbán Viktor sem gondolja komolyan, hogy az ő szép beszédének hatására, a Zelenszki is, meg Putin is homlokára csap, hogy ja Istenem, hogy nem gondoltam magamtól arra, hogy tűzszünet kell. Hát itt van ez a kedves magyar miniszterelnök, ő végre rátapintotta a lényegre, hogy legyen már tűzszünet, és akkor tényleg akkor összefogunk. Szóval a magyar miniszterelnök is tisztában van azzal, hogy ez nem így működik. Viszont mégiscsak még akár a, a külföldi közvélemény felé, és a, akár a patrióták, képviselőcsoportjának többi tagja felé is tudja mutatni, hogy ő az egy nemzetközileg komolyan vendő politikus. Tehát, hogy ő itt a domináns tényező hát, ebben a, ebben a, ebben a, a patrióta frakcióban, annak ellenére, hogy nyilván a franciáknak a franciák a több, a több képviselője van, de hogy ott, ő, ő itt kezdeményező. Egy erős erő, mar, hmm. tehát maradjunk, hogy egy erős, komolyan vendő tényező, Uh, ugye a franciáknak 30 igen. tagjuk van ebben ja, a az ország mérete, így mérete van, De amúgy is a löpenék jól szerepeltek de. az európai parlamenti választáson. Ezért lett ugye nemzetgyűlési választás. Eleve. Így van, ezért lett. Ott um, már az elvárások alatt szerepeltek, de ebbe benne van, Na jó, nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, nem is vagyok Franciaország szakértő, de annyit tudok, hogy ott ugye egyéni választókerületek vannak, ráadásul kétfordulós, tehát a kétfordulók közötti összefogással sok löpenista képviselőjelölt reményeit meg tudták kiúsítani, ám bár azért 89-ről a nemzeti tömörülésnek még így is sikerült, vagy 140-150 körülre azt hiszem 153, most bocsánat, ha nem tudom a pontos számot, de azért jelentősen növelték még így is a mandátumaik számát, hogy a várakozáson ala arról szerepeltek, tehát minden relatív itt ebben az esetben, de erősödtek löpenék azért a 22-es nemzetgyűlési választáshoz képest. De minden esetem tehát a franciák a, a partióták frakciójában a legerősebbek, de utána jön valóban Orbán Viktor Fidesze is, az, hogy Orbán Viktor kormányfői tisztséget visel ráadásul, és, és azért ő nemzetközileg egy ismert ember, tehát a, a, a Orbán... 143 nem... lett a vége közben, megnéztem. 143, jó, köszönöm szépen, de nem tévedtem nem. sokat, nem. tehát nem. nagyságrendben igazam volt tehát tehát Orbán Viktor már hosszú évek óta a nemzetközi illiberalizmusnak az egyik képviselője, ez politikai szellemi értelemben. Tehát, hogyha mondjuk nemzetközi politológusok, biztonságpolitikai, geopolitikai szakértők megnézik a világpolitika folyását, és mondjuk ideológiailag megnézik azt, hogy mondjuk a illiberalizmusnak a helyzete hogy áll a világban, akkor Orbán Viktor személye megkerülhetetlen ebből a szempontból. Tehát tehát ezt, ezt a részt jól csinálja a miniszterelnök. A kételjem annyiban van, hogy vajon ebből mit tudunk hasznosítani a mindennapokban. És itt azért. Szóval, szóval, például itt vannak a helyreállítási pénzek. Tehát tény, hogy úgy általában is elég lassan csörgedeznek, de hogyha megnézzük az Európai Unió ezzel kapcsolatos honlapját, azt látjuk, hogy azért jó néhány ország már hozzájutott, vagy ígérvényeket kapott a helyreállítási pénzekből. Ugye Orosz Olaszország döbb, brutális összegeket kapott, illetve fog kapni. Nem véletlen, hogy Meloni egyébként nem vállalta azt kormányfőségem elején sem már, hogy olyan keményen szembeszálljon az Európai Bizottsága, mint ahogy a Magyarországi Jobboldali Közvélemény esetleg várta, hiszen Meloni gyorsan rájött arra, hogy az országának szüksége van a helyreállítási alap 100 milliárdos nagyságrendű, 100 milliárd eurós nagyságrendű összegére. Ráadásul Olaszország nagyon magas államadóssággal is küzdködik, tehát ez a két tényező önmagában arra késztettem elónit, hogy ne menjen fejjel a falnak, és ugyanakkor Olaszország mégis nagyobb, jóval nagyobb súlyal rendelkezik Magyarországnál, tehát van arra lehetőség, hogy akár érdemben is befolyásolja az európai politikai folyamatokat. Tehát igazából ennek a útnak akkor lesz igazán értelme, hogyha Magyarország gyorsabban hozzá tud jutni az uniós pénzekhez, most ugye ez nagy felsziszenést váltott ki az a uniós berkekben. Ezt akartam kérdezni, hogy közelebb vagy távolabb kerültünk-e? Hát ezt? igen, mert, mert, mert az ellenérzés viszont a brüsszeli központban Megmaradt az Orbáni politikával szemben, sőt, még akár erősödött is, mert lássuk be, azért Orbán Viktor nem csak úgy pozícionálta magát, mint aki pusztán kétoldalú kapcsolatokat igyekszik ápolni, hanem hát eleve Putyin is úgy vette, meg a kínaiak is egy kicsit úgy vették, hogy jó, jó, persze magyar miniszterelnök, de hát most, most mégiscsak ő az Európai Unió tanácsának a soros elnöke, hát akkor vegyük úgy, tehát, tehát ne, azért megkönnyíthette ez a találkozók létrejöttét, tehát meggyorsította? Én azt gondolom, hogy igen, lehetett mire hivatkozni. Végül is valóban a soros elnökségnek azért az Európai Unión belül van a jogszabályok előkészítésénél, tárgyalásánál egy bizonyos koordinációs szerepe. Tehát ugye a magyar soros elnök vezetheti majd a, a, a különféle, különféle Bizottságok, testületeknek a munkáját. Ugye ebben nem tartozik bele, például az állami és kormányfőknek az üléseme, arra van egy dedikált elnök. Szóval szóval megkönnyíthette, de lehet, hogy más is van a háttérben. Itt arra gondolok, hogy éppen Charles Gatti írta meg a népszavában pár hete, hogy hogy jött létre a Támporbán találkozó. Ő úgy értesült, hogy aztán igaza, azt nem tudom, hogy a Orbánék jelentősebb összegű adományt vittek a Trump kampányára. Na most, hogy itt, itt volt-e valamilyen pénzmozgás, mert nyilván itt, itt valamit a, akár az orosz, akár a kínai tárgyaló partner kapott cserébe. Nem, nem, feltétlenül pénz, de például az orosz elnök... Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy bármelyikük a mi, bármelyikük a mi pénzünkre lenne rászorulva egyébként. <coughs> Hát azért üzleti lehet, üzleti, üzleti, lehet, itt, lehet, üzleti lehet. Tehát a pénz alatt így valóban itt most nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most Orbán Viktoros a saját be, hogy nem hogy Csícsiping olyan is, nagyon kampányadományokra nem szorul rá már csak azért a, a Trumpnak állítólag az volt olyan összegű, tehát több milli, millió dolláros uh, kampány, ami már meglátszik még a Trump Azt uh, értem, a, ugye De a Kínai politikai rendszerben ez a kampány dolog, ez annyira... Be, nem, ott nem, én most kifejezetten ugye, van, ugye, az amerikai viszonylatról beszélek gáti erre bizonyítékot nem tudott mutatni, ezt azért rögtön szeretném hozzátenni, tehát vagy igaz, vagy nem, lehet, az is lehet, hogy nem igazság. Annyiban mégis érdekes a gáti cikk, hogy azért mutatja, hogy az ilyen nagy diplomáciai találkozások mögött azért érdemes valamilyen hátteret keresni. Azt, azt nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az orosz elnöknek abból a szempontból biztos, hogy jól jött ez a találkozó, hogy ő tudott beszélgetni egy uniós tagállami vezetővel, és a kínaiaknak is ez azért fontos. Hát gondoljunk bele, ugye most fenyeget egy kereskedelmi háború. Az Európai Bizottság már is közzétette azt a döntést, vagy azt a döntést tervezetet, hogy meg szeretné növelni a Kínából érkező elektromos autóknak a vámtételeit, Na most a kínaiaknak ebből a font szempontból is fontos Magyarország, hogy, hogy az Európai Unión belül gyártsanak elektromos autókat, ugye ott van a CITL Debrecenben és mások is, tehát hogy, és itt megint csak úgy zárójelbe hadd tegye meg, hogy annyira hát legalábbis egyelőre megalapozatlan volt a demokratikus koalíciónak az a korábbi állítás, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióba. Hát most játsszuk már le, hogyha Magyarország kilépett volna az Európai Unióba, alig ha fogadták volna akár Moszkvában, akár Pekingben Orbán Viktort, mert ő azért is érdekes, mert hát ő uniós tagállam, és azért azt se felejtsük el, például a kína-magyar viszonylatban, hogy azért több európai ország az utóbbi időben elállt az egyövezet egyút kínai projektben való részvétel, Től, Magyarország nem tartozik ebbe. Te, tehát ez azért Magyarország értékét valamiest felemeli, vagy fenntartja a kínaiak szemében. Tehát azért gondolom, hogy itt a diplomáciai, orbáni szólamok mögé érdemes nézni, hogy itt, itt nyilván persze szóba került a háború, én nem vonom kétségbe, de biztos vagyok benne, hogy a pénz is bizonyos formában, módon szóba került, itt nyilván elsősorban üzleti, illetve az adott állam gazdasági érdekeire. Ez egy pántrika, ez a békemisszió elnevezés. Azért kérdezem, mert akkor menjünk vissza az elejére. Igen. Amikor zelenszky volt Orbán, akkor alapvetően a hát nagyon is létező ukrán-magyar feszültségek rendezéséről volt szó legalábbis úgy tűnt a sajtótájékoztató, de Orbán Viktor egyébként mondta, hogy ő szóba hozta a tűzszünetet, az esetleges béketárgyalásokat, stb., és ellevezte ezt egy békemisszió első először békemissziónak, majd amikor már Moszkvában is végzett, akkor a békemisszió első állomásának. Hogy, hogy itt, arról lehet szó, hogy, hogy különböző kérdésekről tárgyalt a miniszterelnök Kievben, volt mit megbeszélni Moszkvában, nyilván ott is, Pekingben, nyilván ott is, majd az egészet elnevezte békemissziónak. És mondjuk nem feltétlenül ez volt az elsődleges e, valódi tartalma ezeknek a tárgyalásoknak. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez volt az elsődleges, de ez találgatás. Egyébként hát legitim de... elnevezni bárminek, természetesen. É, persze, hát nézd, ugye ez beleillik a, a, fideszes kommunikációs narratívába, a kampányba, meg az elmúlt két évbe. Tehát azért a Fidesz ereje abban is foglaltatik, hogy aki a Fideszre szavaz, vagy aki a Fidesz támogatja, továbbra is ismerős közegben találja magát. Tehát, hogy, hogy következetességet tapasztal a Fidesz és Orbán Viktor részéről, hiszen lám már az orosz-ukrán háború elején Orbánék a békéről beszéltek, a háború ellen beszéltek, hogy Magyarország nem sodródhat bele a háborúba. Sőt, ugye helyszínt ajánlottak még a legesleg. Így van, egy még béke konferencia, Jó, hát arról is eleve lehetett tudni, hogy most nem Magyarország. Tehát Magyarországot az ukrán nem tekinti semleges közvetítőnek, hanem Putyin barátjának. Tehát eleve, de ez a magyar, nem véletlenül mondtam a belpolitikai haszonszerzés, és ezt most leíró Jelleggel mondom, nem ilyen feltétlenül minősítő jelleggel, leíró jelleggel. Nem, már nagy baj az, hogy politikus politikai hasznot hát akar ez szerezni. ez egyébként. a politika része, tehát most. Hát ez főleg egy politikai elemző, Pláne ezt szerintem nem baj, hogyha észreveszi. Tehát ez arról szól, hogy Orbán Viktor szavait már hallhatták, és mostan a Fidesz szavazónak lehet egy olyan benyomás, hogy Orbán Viktor következetes önmagához. De ugye egyikünk sem volt ezeken a négy szemközti, vagy több szemközti, zárt ajtók mögötti tárgyaláson, tehát hogy valójában mi hangzott el, azt ugye egyelőre nem tudjuk. De azért annyit lehet tudni, hogy itt mind az orosz-magyar vonalon, mind pedig a kínai-magyar vonalon komoly gazdasági kapcsolatokról is szó van. Tehát ha már a kínaiak meg az oroszok rászánták a drága idejüket a magyar miniszterelnökkel való találkozóra, akkor én biztos vagyok abban, hogy a gazdasági kapcsolatok is szóba kerültek ezen a két oldalú találkozón, hiszen mi a csodáért üljön le a világ egyik legnagyobb hatalmú vezetője, Xi Jinping, például Orbán Viktorral, hanem azért is, hogy a kínai gazdasági érdekeket képviselje. Ezt már csak azért ismerem, milyen határozottan. De már. hát ebben sincs egyébként az ő oldalára probléma. Persze, lehet. tehát az ő szem, De ugye láthatjuk azt, hogy a, a Kína felemelkedése, amelyet ugye 2000-es évek közepétől, vagy talán 2008-as világgazdasági válságtól lehet különösen eredeztetni. Hát az többek között abból áll, hogy a kínaiak nagyon következetesen piacokat szereztek Afrikában, Latin-Amerikában, Európában, tehát egy jelentős gazdasági expanziót figyelhetünk meg Kína részéről, és ennek része Magyarország is, és Magyarország értékét alapvetően ugye az uniós tagsága adja, hiszen, hogyha már megtelepedik egy kínai cég a uniós piacon, akkor onnantól kezdve, miután az áruk szolgáltatások szabad áramlása van, akkor, hogyha Magyarországon állít elő egy kínai cég, Autót, akkor azt már vámmentesen tovább viheti osztrák német vagy egyéb piacokra. Tehát én ezért sem hittem abban sosem, amit a DK állított, hogy Orbán mindjárt kivisz minket az Európai Unióból. Nyilván a jövőt nem látom előre, de most legalábbis a jelenlegi nemzetközi konstellációban Orbán Viktor nem lesz olyan őrült, hogy kivezesse Magyarországot az Európai Unióból, hogy öt év múlva mi lesz, azt nem látom, de most egyelőre azt látom, és azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki attól tart, hogy Orbán Viktor kivisz minket az Európai Unióból, hogyha megnézzük a Magyarország külkereskedelmi forgalmát, azt fogjuk látni, hogy 70% körüli az Európai Unió kereskedelmünk. Tehát ez azt jelenti, hogy keleti nyitás ide, keleti nyitás oda a Magyarországnak elkerülhetetlen az, elkerülhetetlenül szükséges, hogy vámmentesen tudjon kereskedni az Európai Unió többi tagállamával, mert hogyha kilépnénk, akkor onnantól kezdve nem tudnánk szabadon hozzáférni ezekhez a kulcsontosságú piacokhoz, tehát ott bizony gazdasági összeomlás fenyegetné a Magyarország gazdaságát. Olyannyira így van, hogy még a mi hazánk sem követeli azt, hogy ebben a helyzetben kilépjünk az Európai Unióból. Csomó mindenről akartunk még beszélni, előzetesen Magyar Péterről, a DK-ról, a Momentumról, de a Magyar Péter, a DK és a Momentum iránt érdeklődőknek várniuk kell egy hetet, a jövő héten is lesz elemző című műsorunk, Nagy Attila Tiborral és velem. A kedves nézőknek viszont most addig is a türelmüket kell, hogy kérjem, mert a mai adásban nem, fért be, nem, nem fértek bele ezek a, a szereplők mai adást elvitte Orbán Viktor úgy, ahogy van, a, és az ő diplomáciai offenzívája. Nagyon köszönöm Nagy Attila Tibornak, Én is köszönöm hogy itt volt, jövő héten találkozunk, és a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmüket, arra kérek mindenkit, hogy aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a Naphíre YouTube csatornájára, itt a videó alatt. Gavra Gábor hallották, viszontlátásra, viszonthallásra.